Utca és beltéri bútorok, templomi berendezési tárgyak. Többek között ezeket láthatják az érdeklődők látványtervekben, vagy teljes valójukban a pécsi Csontvári Múzeumban. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara támogatásával nyílt meg a helyi építészek és a dizájn kapcsolatát bemutató tárlat. A kamara főtitkára azt mondja, jól szemlélteti a kiállítás, hogy milyen alkotói minőség van a Baranyai megyeszékhelyen. Pécs híres erről az alkotóerőről, erről a kreativitásról is. Vajon miért nem tudjuk hasznosítani ezt a mindennapokban? Miért van az, hogy Baranya megye minden gazdasági társadalmi mutatóban az utolsó helyen van? Minden bizonnyal a politikai közélet is tehet arról, hogy ezek a kreatív energiák nem tudnak kellőképpen felszabadulni. És miután ma egy nagy vidékfejlesztési konferencián voltam Budapesten, ahol 4 miniszter is elmondta, hogy mit kell tenni a vidékkel, ezért itt is megerősítettem a résztvevők, illetve a nézők, a látogatók, illetve az építészek számára, hogy természetes, hogy a megye minden entitása, minden intézmény, minden alkotó, minden szakember, minden cégvezető mindent megtesz, de ez most már nem fog segítség nélkül menni. Támogatást kell szereznie a térségnek, hogy gazdaságilag felzárkózhasson, mondta a megnyitón a helyi iparkamara főtitkára. A kiállításról bővebben kulturális magazinunkban hallhatnak.